Mindannyiunk számára ismeretes, hogy a méheknek milyen fontos szerepük van az élet körforgásának fenntartásában. Ma Ház Ferenc méhésszel beszélgetünk. Látom magam körül ezt a sokfajta kaptárt, mégis milyen különbségeket lehet felfedezni? Hát úgy, ahogy színre is, úgy formára is többfajta kaptártípust különböztetünk meg. Magyarországon is, úgy, mint Európában is, a világ más táján két alapvető kaptártípus található meg. Ahol látható ez a barna színű kaptár, ezek a rakodó kaptárak, ezek ma a korszerűbb termelés technológiai eszközök, és ezek azok, amik a világon is elterjedtek. A zöld színűek láthatók, amik tulajdonképpen fekvő kaptárak, ezek oldalirányban bővít. A kettő közt tulajdonképpen annyi az eltérés, hogy míg a rakodókaptár szalagszerű nagyüzemi termelésre alkalmas, a fekvőkaptár ezt nem mondhatjuk el, igen, élő munkaigényes, ezért a tartási darabszámot is meghatározza. Mert ha valaki fekvőkaptárral méhészkedik, az azért 100-120-130 családnál megáll, míg a rakodókaptáros méhészek azért 200-300 családdal is képesek méhészkedni. Láthatunk itt egy rakodó konténert. Hány család fér el, miért alakult ez ki, illetve mit szolgál? Hát a konténeres méhészkedés az valamikor a 80-as évek kezdetére nyúlik vissza Magyarországon. Igazán a fekvőkaptár, rakodókaptárak vándoroltatása egyre nehezebb volt, egyre több fizikai, nagyobb fizikai munkát, és természetesen jelentős létszámot igényel 100-150 kaptár többszöri mozgatása. Ez adta azt az indítatást, hogy a méhes kaptárakat ezt valamilyen méhes házba telepítjük. Hát itt jelenleg látható egy 24 családos rakodórendszerű, hunorrendszerű rakodórendszerrel üzemelő méhészkonténer. Ez lehet így, ahogy jelenleg látni, tehát lábon álló, illetve lehet gurulós, amikor rá van építve valami guruló felépítmény, ez lehet utánfutó vagy pótkocsi, ahol csak utána kell akasztani és vinni, és hát természetesen jóval könnyebb így a mozgatás, mintha egyenként kéne rakodni. Ez a menekülőtér, ez a takarószita és ez a mésztér, tehát de leveszem majd a fészket, tehát ezek a méztérkeretek. Ugye mondtam, hogy egy picit megfegyelmezzük őket. És akkor mutatok egy méztérkeretet. Ebbe a mézet gyűjtik a méhek csak. Fiasítás soha nincs benne. Itt lehet látni a keretet, pár szem, pár sejtbe látható méz. Lehet, hogy ha középre megyünk, akkor látunk olyat, amiben kicsit több van, de lehet, hogy nem. Hát még most nem hordtak, tehát. Tehát itt látható a rendszer, hogy ez rakodó rendszer, felfelé bővíthető, és hogyha megtelik ez a méztér, akkor még egyet lehet rátenni. Egy ilyen méztérben 20-25 kg méz az, ami belefér. Kezelése pedig úgy történik, hogy egyszerűen leemeljük, és akkor hozzáférünk a fészek részhez. Ezt nevezzük rakodó kaptárnál fészek. Ez a fiasítás, szaporodás területe. Látom, sötétebb rész. Igen, a sötét rész az mindig az, ahol már kikert álca van, azaz bábig marad a sejtben. Lehet látni a kereten dolgozó és hereméheket,
és lehet látni herefiasításra alkalmas területet és dolgozó fiasításra alkalmas területet. Mindjárt ki fogok venni olyat, ahol van is fiasítás, tehát a szaporulatnak a különböző formái. Jól látható az a narancssárga. Igen, sejtrész. Amik még nem keltek ki, ott látható, hogy ezen a kereten ugye felül lehet látni a mészkoszorút, alatta az, ami még ki nem kelt fiasítás közben, lehet látni virágporos sejteket is. A másik oldalt ugyanúgy lehet látni. Ebbe pete van még, a sejt alján lehet látni az egy-három napos pete. És akkor milyen hierarchia van egy ilyen kaptárban, hogyha ezt így el? Hát három fajta egyedet különböztetünk meg, ugye? Az első a nőnemi egyedek, a dolgozó és a méhanya. A dolgozók azok élettartamot tekintve általában ilyenkor termelési szezonban 4 hetet végigzik a termelő-gyűjtő munkát, elhasználódnak és elpusztulnak, de közben újra éled a méh család, mert a fiasításból újra élennek az egyedek. A téli méhek azok 6 hónapot bírnak ki, általában szeptember, augusztus közepe, szeptembertől március vége áprilisig élnek, és vannak a herék, ugye ők, nekik egyedüli szerepük van, megtermékenyítik a méhanyát, a szűz méhanyát, és más szerepük nincs, általában április közepétől augusztus közepéig tart az életük, és utána pedig szomorú sors vár rájuk, kiűzik őket a kaptárból, szabályszerűen először kiéheztetik, akkor legyengülnek, utána pedig kidobálják őket, mert lejárt a természetben betöltött szerepük. Anya neveldét láthatunk most. Igen, a méhanyákat ugye meg kell nevelni, és párzott méhanyákat célszerű a kaptárokba rakni, hogy a fiasítás növekedésében ne legyen kiesés. És hát ilyen párosztató, ez a kis párosztató, amit mutatok, ami a normál családnak általában az 1/30 része. Most ebbe a kis párosztatóba általában 2 keretet helyezünk, a harmadikat azt kiépítik. Mindig kell, hogy legyen mézes rép, ugye, mert maga ez a kis család azért tömegében nem alkalmas gyűjtésre, nem is az a célja. Igazi cél az, hogy a méhanya bepázását elősegítse, illetve megnevelje a méhész a saját szükségletét méhanyá tekintetébe. Na most itt látható a méhanya, ez nincs megfestve, itt látható a here, és látható a dolgozó méh. És a méhanya mennyivel lesz egyébként kifejlett? Hát lehet látni, hogy méretében is, még a herénél is nagyobb, súlyban is, hosszára pedig másfélszerese a dolgozó méhnek.